Folyamatosan játsza mérkőzéseit a győri Audi Eto KC, és ezen a héten sem pihennek a lányok. Szerdán ráadásul egy hosszú utazásra indulnak, hiszen Békés Csabán vendég szerepelnek majd, mellettem pedig Janak Nedlíkova, a csapat szélsője. Jana, first of all, we saw on Eger that... Jana Egerben láttuk, hogy kicsit fáradt, és talán koncentrálatlan volt a csapat, főleg az első fél időben. Hogy érzitek magatokat most? Valóban, az első fél időben nem voltunk túl jó állapotban, sokat utaztunk akkor is, és megint egy hosszú buszozás vár ránk Békés Csabára. Most ez van, ilyen időszakot élünk, de nem engedhetjük meg, hogy ennek ilyen hatása legyen a játékunkra. Ahogy említetted is, megint messzire utaztok, Békés Csaba ráadásul az egyik legtávolabbi célpont. Ilyenkor hogy készültök a meccsre, és hogyan próbáljátok egyáltalán megoldani az ilyen utazással járó nehézségeket? It's just the way it is. Az évek alatt már hozzászoktunk valamennyire, de valóban nem könnyű. Ilyenkor próbálunk egy kicsit többet pihenni az előző nap, de ez nem változtat azon, hogy 4-5 órát kell buszozni közvetlenül a meccs előtt. Próbálunk elfeküdni a buszon, ott is pihenni egy keveset, aztán felpörgetni magunkat, amikor megérkezünk a helyszínre. Szerdán mi lesz a legfontosabb a Békés Csaba elleni meccsen? Az egri meccshez képest már az első percektől kezdve sokkal jobbnak kell lennünk védekezésben. Úgy érzem, szombaton ez volt talán a legproblémásabb. Emellett remélem, hogy akik kevesebbet játszottak a hétvégén, azok most több szerephez juthatnak majd. Főleg Zsuzsira gondolok, ő egy nagyon fontos láncszeme a csapatnak. Nagyon örülnék, hogyha most már többet tudna játszani, hiszen neki és nekünk is fontos az, hogy minél többet a pályán legyen, és ezzel minél gyorsabban visszailleszkedjen a csapatba. Come back.